Treasure Beach Jamaikában. Lenne, aki szeretne itt élni mondjuk egy hétig, akár 2 hétig, talán 1 vagy 2 hónapot mindeközben innen dolgozni, laptopról, interneten, ugye távmunkában is mindeközben. Az itt megtermelt javakat, illetve pénzt itt kint elkölteni, elmenni jogaórára, elmenni étterembe, esetleg beszerezni némi felnőtteknek szánt terméket, amire Jamaika annyira elhíresült. Lenne valaki, akit ez érdekel, viszont nem tudja, hogy hogyan kezdjen neki, mert elég nagy falatnak tűnik esetleg. Ez a mai téma, és most vigyázz, meg káromkodni fogok. Ezt úgy hívják, ezt az életformát, hogy digitális nomád életmód. Igen, tudom, ez már elég indok sok embernek, hogy elkapcsoljon, de ez van. Sajnos ez a kifejezés manapság elkorult, de ez... Ezt hívják úgy, hogy digitális nomád életmód, hogy itt most éppen felvázoltam, amit egyébként már csinálok, hogy kb. 2 éve. Nem pont minden hely ilyen volt, de szerintem ez eléggé jól példázza azt, hogy mi a lehetőség. Szóval, akit érdekel, viszont nem tudja, hogy kezdjen neki, semmi gond, mindenki így indul az elején. A tipp, amit tudok adni ez ügyben, hogy költözzel külföldre. Szerintem ez egy rettentő jó felkészülési fázis, vagy egy jó lépés, hogy az ember kicsit ismerkedjen ezzel, mert nyilván ez is külföld, ugye? És én is valahogy így kezdtem, annak ellenére, hogy nem így terveztem, tehát nekem más tervem volt, én Amerikába akartam kiköltözni, ugye? Oda mi kell? Pénz, meg hogy beszéljek angolul. Ezért elmentem Máltára, mert ott lehet angolul tanulni, a nyelvet nagyon lehet ugye csiszolni, és lehet még pénzt is félretenni, tehát otthon is maradhattam volna egyébként Magyarországon, de Máltán sokkal gyorsabban tudtam felkészülni. Nyelv szempontjából 100-szor gyorsabban, pénz szempontjából sajnos nem 100-szor, de jóval többet tudtam félretenni, mint Magyarországon az akkori munkahelyemmel és életvitelemmel. Szóval külföldi élet. Egyébként az is kokos. Ez még azért is jó egyébként, mert ki tudod próbálni, hogy milyen. Ha elmész Máltára 1 évet, utána azt mondod, hogy hát ez nekem aztán abszolút nem jött be. Semmi gond nincs, akkor ez egy jel, hogy valószínűleg a nomád élet az nem neked való. Figyelj, kipróbáltad, szereztél tapasztalatot, élettapasztalatot, amit egyébként nagyon máshonnan nem lehet megszerezni. Legalább megpróbáltad, hazamész. Semmi gond. Sokat nem buksz rajta. Talán még nyersz is, hosszú távon. Másik lehetőség, hogy úgy vagy vele, hogy hát ez okés, ez így megy. Akkor lehet ugye menni a következő lépcsőfokra, ami pedig a maga a nomád. Jövésben is még több ország, kicsit talán kényelmetlenebb, bizonyos szempontból kalandosabb. Illetve ha valaki van vele, hogy felpörgeti, hogy motiválja, hát akkor ugye ez motiváció, az kulcskérdés, akkor az még sokat tud segíteni abban az ember tényleg, ugye egy ilyen életformát magának kialakítsam. Aztán mi van még? Külföldi élet. Ja, szerintem nagyjából ennyi. Ez szerintem rettentő sokat tud segíteni, ez egyfajta úgymond felkészülési fázis, a digitális nomád életmódnak az előcsarnok, az ember elmegy egy évet külföldre élni. Tudom, javaslom egyébként Máltát legegyszerűbb, ugye EU-s tagállam, könnyű átmenni, nem kell semmiféle vízum, lehet rögtön munkát találni. Hivatalos nyelv az angol, közel van Magyarországról kb. 2,5 óra repülővel, vagy esetleg tudom még javasolni Spanyolországot, én ott mind a kettőbe éltem. Többi ország is valószínűleg jó, de ezt a kettőt tudom ilyen tapasztalatán alapján javasolni. Spanyolország azért jó meg egyébként, mert ott lehet spanyolul tanulgatni, ami Latin Amerikában rettentő jó, ha az ember esetleg ide vetődne. Ugye itt, nem is tudom, hát Jamaikában angolul beszélnek, Belizben angolul beszélnek. Szóval kb. Nem tudom, kb. 3-4 országon kívül egész Dél- és Közép-Amerikában, vagy Közép- és Dél-Amerikában ugye spanyol a hivatalos nyelv, tehát ott nagyon nagy segítség az ember. Esetleg megy busszal valahova, Paraguayba, mint mi, lerobban 2 óra után, 8 órás út elején, és fogalma sincs, hogy hogyan jusson el a kitűzött ugye célvárosba, de mivel beszél spanyolul, ezért a helyekkel összetud spanyolulni, és ők segítenek, aki megy ugye hasonló irányba, és mi így jártunk. Hatalmas segítség volt, hogy beszéltem spanyolul, szóval ebben a szempontból Spanyolország az egy jó célpont. Spanyolország, Málta. Többi ország, ahol nem beszélnek se spanyolul, se angolul, az kevésbé jó a nyelv szempontjából. Biztos jobb egyébként fizuból, tehát Hollandia, Németország, valószínűleg többet tudsz keresni, de többet tudsz életenni, de hát németül sok helyen nem beszélnek, legalábbis a helyiek, meg hollandul se. Franciául, hát szó. Na minden, ennyi volt a mai kis tudásmennyiség, remélem tudtam segíteni valakinek. Köszi a figyelmet. Hasta luego!